Ismét egy kerékpárboltként funkcionáló forgalmazó standján járunk, ami nem más, mint a Bike Art Center. Ezen az oldalon a Spanyolországban gyártott, vagyis inkább mondhatni Baszkföldön gyártott Orbea kerékpárokat láthatjuk. Nagyon érdekes formatervű bringákkal van dolgunk, de hogy ez nem csak egy formaterv, hanem egy komoly mérnöki munka is fekszik mögötte, ez bizonyítja az is. Julian Abszolon világbajnok, olimpiai bajnok és többszörös világkupa győztes is ilyen kerékpárokkal versenyzik. Természetesen nem csak csúcsmodellek találhatók meg az Orbea kínálatában, hanem akik kiváló árértékarányú bringákat keresnek, azok is megtalálják a számításukat. És nem csak mountain bike-okat, hanem fitness bringákat és országúti kerékpárokat is kínál a cég. Ez a fitness bringának például érdekessége, hogy ugyan karbonvillával van szerelve elől, mégis tárcsafékes felfogatású. Tehát amellett, hogy könnyű és gyors, a megállással sincs gond, még akkor sem, hogyha mostohák az időjárási körülmények. A másik oldalra áttérve láthatunk egy gyönyörű Luke pályakerékpárt. Ennek érdekessége, hogy egysebességes felépítésű, hiszen a pályakerékpárok azok nem rendelkeznek váltórendszerrel. A Luke kerékpárok Franciaországban készülnek, mint látható Ricci karbon kiegészítőkkel és szintén francia Korima karbon kerekekkel van szerelve a kerékpár. Erre a kerékpárra nem szükséges fékeket szerelni két okból, az egyik, hogy a pályaversenyeken ezt a szabályzat tiltja, a másik, hogy közúti forgalomban nem megyünk ki fékek nélkül, tehát ezeket a bringákat csak versenyzésre használjuk. Ezek mellett érdemes még bemutatni ezt a Luke mountain bike vázat, hiszen a Luke nem csak országúti és pályabringákat gyárt, az üléscső egységet képez a vázzal, és a felső rész állításával lehet személyre szabni az ülésmagasságot. Előnye ennek az integrált üléscső rendszernek, hogy sokkal könnyebb és merevebb vázat eredményez ez a felépítés, mint a hagyományos kihúzható üléscsöves rendszerek esetében. Azt hiszem, meg kell állnunk egy pillanatra ennél a Korima MCC kerékszetnél, hiszen ez a kerék nem csak abban érdekes, hogy teljesen karbonból készült, és küllőket gyakorlatilag csak annyit találunk benne, amennyit a UCI kerékpáros szövetség kötelezően előír. Ennek a pár keréknek a súlya 1000 g mindössze, hogy valaki jobban megértse, ez konkrétan 1 kg kenyér súlyában van, és ezen van a bringás teljes súlya, és emellett az Astana csapat profi pro tour versenyeken használja, tehát nem csak könnyű a kerék, hanem tartós is.